Halló? Halló, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Elkezdjük a mai napot is. Sziasztok! Hát szép reggelt, így van, ebbe a csodálatos tavaszi időjárásba. Ugye, jelen jön a jelenlét ív, nagyon jó, szuper. Ennek kapcsán majd kipróbálnánk valamit az e-learning rendszeren, jó? Mert kísérletezgetek, de hát meglátjuk, hogy működik. Nem akarom még lelőni a poént, majd ha odaér az idő. Jó? Sziasztok! Hogy vagytok? Jól van mindenki? Így ha már otthon kell lenni. Jó, oké is. Na, akkor hogy miről is lesz szó? Ugye hétfő reggel elkezdtük a hetedik fejezetet földolgozni, és el is jutottunk, ugye megnéztük a hangya szimulációt, meg az életjátékokat, és annak kapcsán beszélgettünk pár dologról. Na most, ugye azt beszéltük, hogy egy feladat kimaradt, ez a Brain Bee. Erről fogunk ma beszélgetni egy kicsit részletesebben, meg hát igazából csak fölvázoljuk azt, hogy mi is ez a program, mit is csinál, meg hogy mi is, miért is érdekes ez. Aztán az óra második fele az már nem feltétlenül fog szorosan kötődni a tananyaghoz, legalábbis a könyvhöz. Megnézzünk pár dolgot, ami szerintem ilyen programozás szempontból izgalmas és érdekes lehet. Aztán meglátjuk, még lehet, hogy a tananyaghoz se kapcsolódik. Ezt most így nem néztem meg komolyabban, de ugye azt írtam is, hogy ez a csütörtöki alkalom az inkább ilyen lenne, hogy amire hétfőn nem marad idő, azt befejezzük, aztán az óra második felébe meg valamit programozunk. Aztán, hogy ez most kapcsolódik-e a tananyaghoz, vagy nem kapcsolódik, az igazából részletkérdés, az már nem olyan érdekes. Jó? Úgyhogy nagyjából ez lenne a mai menetrend. És akkor nézzünk is rá a könyvre. Közben, ha van esetleg kérdés a eddigiekkel kapcsolatban, mármint a hétfővel kapcsolatban, akkor nyugodtan dobjátok be. Ugye érkeztek kérdések hozzám különböző csatornákon, e-mailbe, Facebookon, itt-ott-amott. Igyekeztem mindent megválaszolni, illetve amire én nem tudtam válaszolni, azt bedobtam az UDPROC-ba. Nyaláltátok itt a kudás feladatok kapcsán, meg ilyesmi. Hát szerintem ott a szabályozás elég világos, hogy amit Norbi írt, szerintem az rendben is van, úgyhogy nyilván azt kell követni. De mondom, hogyha bármi kérdés van, akár így menet közben is nyugodtan dobjátok be, és akkor arra igyekszek válaszolni. Jó, rendben van. Na, akkor pillancsunk rá a könyvre. Illetve most már akkor foglalkozzunk ezzel. Ugye ezt a három feladatot néztük meg, hogyha nem tévedek, ha jól emlékszem. Ugye itt ilyen UML osztálydiagramot is kellett csinálni, akkor néztünk megoldást erre az életjátékra, ugye Norbi forráskódjait nézegettük meg, a jávásat is, illetve a C++-t is, és akkor ezekről beszélgettünk, hogy ezek mik. Hát, hogy itt konkrét feladatokat mit lehet elképzelni, ezt majd beszélünk róla. Most tényleg csak így megnéztük, hogy ezek a programok pontosan hogyan is kellenének, hogy kinézzenek. Aztán, hogy ezt magatoktól implementáljátok, vagy használjátok a kódot, ez már rajtatok múlik. Jó, nyilván jó lenne mindent, hogyha magatok írnátok meg, mert az lenne itt a legjobb út. Ugye ezt látjuk Norbi videóiba is, hogy csinálja a BIMFás plugit, hogy tényleg ez a nulláról programozás, ez egy tényleg jó megközelítés.
jó lenne, hogyha ti is ezt alkalmaznátok otthon, gyakorlatilag minden feladatra, ami itt van. Amit én itt mutatok, ez csak egy ilyen megoldás mindegyikre, hogy hogyan kéne működnie, de tényleg jó lenne, hogyha magatok írnátok meg. Jó. Na hát mondjuk a Brainby az pont nem ilyen szerintem legalábbis, mert ez egy ilyen mérőprogram lesz, amit ilyen e-sport kutatással kapcsolatban írt Norbi, és akkor ezen dolgoztunk, ezzel foglalkoztunk, meg cikket is írtunk erről. Hát az, hogy most ezt magatoktól meg kell tudni írni, hát azt erre így nem nagyon tudok válaszolni. A lényeg, hogy ma ezt fogjuk megnézni, meg erről fogunk kicsit részletesebben beszélgetni, hogy mi is ez a mérőprogram, mit is mér ez a mérőprogram, hogy tudtok ennek utána nézni, hogy tudjátok kipróbálni, hol tudtok utána olvasni, és hogy mégis mi ez az egész. Aztán utána, hogyha ezt átbeszéltük, akkor nézzünk is pár ilyen apróságot ennek kapcsán. Kicsit bele fogunk nyúlni a programba, de tényleg csak így nagyon minimálisan. Igazából csak ilyen gondolatébresztő jelleggel, legalábbis az első ilyen belenyúlás kapcsán. A második belenyúlás már egy kicsit olyan, inkább ilyen programozó szemléletűbb lesz. De azt is talán érdekes lesz figyelemmel kísérni. Jó, na... Szóval akkor nézzük is meg, hogy honnan lehet ezt letölteni, hogyha találok egy olyan böngésző ablakot, amit el tudok ide húzni. Oké, és szóval ezt a programot nyilván mivel Norbi írt, a Norbinak a repójába találjátok, mégpedig itt a... hát nincs benne a history-ba. Így van, ez a eSport Talent Search repozitoriba találjátok, és hát nyilván simán Git-e le tudjátok húzni, mindjárt nyitok egy új terminál ablakot is. Oké, és nincs letöltve nekem, ha jól látom. Így van, csak a cikket szedtem le. Jó, úgyhogy akkor Git-tel lerántjuk. Meg is vagyunk. Oké, és akkor itt látjuk, hogy ez is egy sima Qt-s projekt, ahogy a korábbi példák is azok voltak, már nyilván amit C++-ba írt, ugye a Java-s életjáték nyilván nem, de a többi az igen. És akkor... ugye ezt is ugyanúgy fordítjuk, futtatjuk, ahogy kell. De még mielőtt belekezdenénk, azért beszélgessünk arról, hogy mi is ez. Meg akkor fölvillantanám a cikket is. Jó. Hol is érjük el a cikket? Már is megkeresem. Mert itt ez az elsődleges forrás, aminek utána tudtok olvasni. Jó, hát ebben a cikkben írtuk le, hát nem is teljes részletességgel, de szükséges mértékben azt, hogy mit is csinál ez a program, meg hogyan működik. Nyugodtan Open Access le tudjátok tölteni a PDF-et, olvassátok el, szerintem mindenképp érdekes. Ugye arról lenne szó, hogy ugye nyilván ti is tudjátok, hogy pár éve elkezdtünk foglalkozni e-sporttal, kutatási meg szervezési oldalról, és a kutatási oldalnak lett volna ez egy ilyen hát vonala tulajdonképpen, ahol ilyen e-sport játékokkal, vagy hát mondjuk úgy, hogy videójátékokkal szerettük volna mérni az emberi agy kapacitását, de ezek nagyon nagy szavak, azért hirtelen ne arra gondoljunk, hogy akkor most itt mi, tudom én, lekörözzük a John Hopkins Egyetemet, vagy ilyesmi, hanem tényleg csak egy ilyen indító
kutatást, tehát egy ilyen kutatást szerettünk volna beindítani arról, hogy a számítógépes játékokkal és kiemelten e-sport játékokkal lehet-e mérni az agy kognitív kapacitásait, vagy kognitív képességeit, inkább így fogalmazok. És annak lett volna egy ilyen mérőprogramra tulajdonképpen ez a BrainBee, vagy hát legalábbis egy ilyen indító dolog. Aztán, hogy ez nyilván hova fejlődik ki, vagy hova fog tartani, az már más kérdés, de tulajdonképpen valami ilyesmi lett volna ennek a programnak így a szerepe tulajdonképpen. És akkor ez volt egy ilyen, hát ha nem is első verzió, mert nem is tudom, a 6.0-ást írjuk le ebben a programba, de valamelyik verzió lett volna ennek a mérőprogramnak. És akkor nyilván itt együtt dolgoztunk ugye a Pszichológiai Intézetből kutatókkal, meg hallgatókkal, ugye hallgatókkal együtt dolgoztunk ugye az infókaron is, ugye, és hát nyilván ki is próbáltuk, tehát méréseket is végeztünk. Most nyilván ezeket a méréseket ne úgy képzeljétek el, hogy akkor most mi több ezer hallgatóval elkezdtünk kísérletezni, bár mondjuk nyilván hosszú távon az lett volna az igazi, hogy tényleg egy nagyon széles körű tesztelést elkezdünk, hanem ebbe a cikkbe még csak ott voltunk tulajdonképpen, hogy kipróbáltuk azt, hogy maga a program hogy működik, hogy tényleg a játékosok hogyan vélekednek erről a programról, jó-e, kényelmes-e, fejlesszük-e tovább. Tehát egy ilyen feedback arról, hogy tulajdonképpen ez a program hogyan is működik tulajdonképpen, tehát hogy van-e értelme annak, hogy jó irányba haladunk-e, meg hogy tényleg jó-e a maga a program, jól használható-e. És nyilván e-sport játékosokkal teszteltettük főként ezt a programot. Ugye anno a Deac Hackersnek a játékosai próbálgatták ezt, de hogy milyen aspektusból, arra is mindjárt kitérek. És ugye ez volt az a cikk, amiben tulajdonképpen leírtuk azt, hogy hogyan használható, mik a visszajelzések, illetve volt egy másik cikk is, hogyha azt megtalálom, az e-sportolók mérése. Talán azt majd inkább belinkelem utólag, az is egy, ha jól emlékszem, jól tudom már, az is open access, tehát azt is le tudjátok PDF-be is tölteni. Az egy magyar nyelvű cikk, igen, azt magyarul írtuk. Azt is le tudjátok tölteni, és el tudjátok olvasni. Ott is sok e-sportoló játékos részt vett. Hát sok alatt és mondjuk olyan 10-es nagyságrend, tehát azért itt se ezrekről van szó, hogy tényleg egy komoly mérésről tudjunk beszélni, de mondom, ez egy ilyen tényleg indító dolog volt. Jó, és ugye akkor beszéljünk arról, hogy hogyan is mér ez a program. Ugye első körben most csak tényleg akkor indítsuk el a programot, hogy akkor lássuk is, hogy mi történik. Na most én lefordítom, ugye sima Qt-s program. Oké, és igen, oké, és akkor mékelünk, reméljük le is fordul. Nem Gurzó, látom kérdezett, hogy mi a helyzet a Deac-szal. Tudunk erről is beszélgetni, csak e-sport órán. Most progóra van, jó? Egyébként igen. De e-sport órán, ha gondolt, beszéltünk róla. Jó, na és akkor futtassuk is a programot, és akkor látjuk, hogy valahogy így nézne ez ki. Remélem, ti is látjátok. Na most, hát igen, kicsit apró, de nem véletlenül. Ugye, majd ti is szeretném, hogyha kipróbálnátok, majd mindjárt végig is nyomunk egy ilyen tesztet, hogy tényleg hogyan is működik, ha még nem próbáltátok ki, akkor mindenképp jó lenne. Na most látunk 5 ilyen kis dobozkát, és akkor tulajdonképpen az lesz a feladat, hogy az egér mutatót a balgomnak a nyomva tartásával benne kell tartani a Samu Entropy feliratú doboznak a kis karikájába. Jó?
Tehát ez lenne itt a feladat, és akkor ezt 10 percig kell csinálni. Miért, mi történik, hogyan is néz ki? Ugye, amiből kiindultunk, ami a kiinduló probléma volt ugye ennél a programnál, illetve hogy mit is akartunk mérni, hogy ugye van League of Legends játékban, illetve hát MOBA játékokban főleg, meg mondjuk valamelyest ugye a Clash of Clans-be is, hogy volt ez az érzése főleg Norbinak, meg hát nyilván azért nekünk is, hogy elveszítjük a karakterünket. Tehát van valamilyen ilyen teamfight helyzet, és akkor ott ugye nyilván van egy csomó karakter, akkor jönnek a képességek, ultik, stb. És akkor egész egyszerűen olyan nagy lesz a képernyőnek a vizuális komplexitása, hogy elveszítjük a kontrollt a karakterünk felett, tehát konkrétan azt se fogjuk tudni, hogy hol van a karakterünk. Na most én ezt néha teamfight nélkül is érzem, de most a viccet félretéve, ugye ezt akarta Norbi ebbe a programba valamilyen formában reprodukálni, hogy hogyan is néz ki ez a karakter elvesztése dolog, és akkor úgy gondolta a kutatás elején, hogy ugye ennek köze lehet ahhoz, hogy az emberi agynak milyen a kognitív képességei. Tehát nyilván ez változik, akár a korral is változhat, de változhat ugye tehát különböző lehet ugye emberekben más képességei vannak, hogy lehet, hogy egy jobb játékos jobban átlátja ezeket a szituációkat, egy rosszabb játékos kevésbé látja át ezeket a szituációkat, és akkor ezt akarta, erre készítette ezt a programot, hogy talán ezzel lehet mérni. Nyilván, és akkor itt együtt dolgoztunk ugye pszichológusokkal, ők is hozzátették a maguk is tudományát, hogy milyen dolgok jöhetnek itt elő. Ebben én nem akarok belemenni, mert nem is értek hozzá, mármint a pszichológiához nyilván én nem értek, de a cikkben ez is le van írva, ezt is meg tudjátok nézni, hogy itt pontosan milyen pszichológiai tényezők játszanak szerepet, meg hogy mi is az, amit itt látni kell. Jó, és akkor ugye az történik, csak hogy akkor indítsunk is el egyet, és akkor majd újraindítok, hogy ugye itt kattintok a Samu Entropy doboz közepére, és akkor benne kell tartanom a kurzort ebbe a kék kis karikába. Na most alapvetően nem egy egyszerű dolog, mert elég jól mozgolódnak ezek a dobozok. És akkor ugye ahogy telik az idő, és benne tudom tartani, ugye egyre inkább elkezd nőni a vizuális komplexitása a dolognak, tehát egyre több ilyen doboz fog megjelenni. Ugye ez azért van, hogy valahogy tudjuk mérni, hogy mi az a vizuális komplexitás, amikor még megvan a karakterünk. Tehát teszem azt, mondjuk van 15 vagy 20 doboz a kijelzőn, itt ugye a képernyőn előttem, és hogy mondjuk 20-22 dobozig tudom tartani, de utána már elveszítem. Jó? És akkor emellett még kicsit úgy az agilitása is nő a dolognak, tehát kicsit olyan agresszívebben kezdenek el mozgolódni ezek a dobozok. Hát megpróbálom benne tartani, de nem mindig sikerül. Jó, és ahogy szépen benne tartom, úgy nő ez a vizuális komplexitás egyre jobban, egyre több és több doboz jelenik meg. Jó. Mi történik, hogyha elveszítem, mondjuk most kihúzom a kurzort, akkor ugye az történik, hogy érzékeli a program, hogy elvesztettem a kontrollt, és elkezdi csökkenteni a vizuális komplexitást, lelassulnak ezek a dobozok. Jó? És hogyha újra megtalálom, akkor megint elkezd nőni az agilitás is, a komplexitás, egyre több doboz megjelenik. Jó? És hát előbb-utóbb tényleg akkor olyan sok doboz lesz a képernyő, hogy már tényleg nagyon nehéz követni. És akkor ezeket, hogy tulajdonképpen azt mérjük, hogy mikor veszítjük el a kontrollt, milyen komplexitásnál, mikor jön vissza. Hát, valami ilyesmire kell gondolni. Ugye, azoknél a MOBA játékoknál, ugye, mi főleg a League of Legends-re voltunk kiegyezve, de szerintem Dotánál is ez hangsúlyosan előjön, hogy ugye minél több ilyen dolog történik egyszer a képernyőn, ugye annál nehezebb. Fú, itt már nem is tudom követni, hogy pontosan hol van. Hát, még talán jó helyen vagyok. Jó, úgyhogy próbáljuk így mérni ezt. És akkor ugye, amikor elveszítjük a kontrollt, illetve amikor visszaszerezzük a kontrollt, annak a komplexitás alapján mérjük kérünk valamit.
de erre mindjárt kitérünk, mert megnézzük a forráskódot. Jó, úgyhogy tulajdonképpen ez lenne maga a program. Most majd mindjárt visszatérünk erre. Miért késnek 20 percet a diákok a tanóráról? Hát, meg mit tudom én. Biztos dolga volt. Látják, hogy késett a busz. Jó. Oké, és rendben van. Az lesz, az a szerencse egyébként, hogyha a késtek is, nem baj, mert vissza lehet nézni. Szóval mindjárt kitérünk rá, jó? Hogy mi a jelenléti ez a jelszó. Ez még csak, mondom, most csak próbálgatok valamit, mindjárt megbeszéljük. Na, és akkor tulajdonképpen ez lenne az a program, amivel próbáltuk ezt a vizuális komplexitás dolgot így reprodukálni, vagy hát ugye Norbi megírta ezt annó ezt a programot, és hogy ebben próbálta ezt a karakter elvesztése élményt leírni, vagy hát reprodukálni. Ugye ez, ami LoL-ban, illetve hát Clash of Clans-ban, aki játszik vele, az is tudja, hogy ott is tesszük le az egységeket, tesszük le a különböző potionöket, ott bombák robbannak, és akkor tényleg ott is egyre komplexebb lesz az a kijelző, amit látni kell. És ugye ott is fontos, hogy nem mindegy, hogy hova dobjuk le a healing potiont, vagy akármilyen egyéb ilyen buffot, vagy ellenfél nerföt, vagy ugye például a LoL-nál is, hogy hova kattintunk, kire kattintunk, tehát nyilván ezt azért úgy valamelyest át lehet érezni. Jó, és akkor ugye ez volt az a kis program, amit Norbi írt így ennek kapcsán. Jó. Okés. Na, pillancsunk rá a forráskódra. Na azért csak jó lenne ezt megnézni. Hogyha találok egy üres Sublime-ot. Oké, és ide töltöttem le, ugye? Igen, itt van. Jó, hát tényleg csak a forrásokon szaladnánk végig. Ugye ezek nem kellenek, csak ezek. Így van. Jó. Ugye ez is egy Qt-s alkalmazás, és akkor tulajdonképpen ez a Qt-s alkalmazás is hasonlóan épül föl, mint a korábbiak. Ugye van egy ablak, meg van egy szál, ami ugye végzi magát a számítást, vagy hát a computation részt, ha úgy tetszik, ugye mozgatja a kis dobozokat, számolgat, de maga ugye az ablak az, amit esetünkben talán érdekesebb lesz, mert ennek kapcsán fogunk majd egy kicsit hackkelgetni. Jó, ugye látjuk, hogy itt is ilyen sima ezt a Qt application-t hozzuk, ahogy az kell, és akkor itt ugye elkérünk bizonyos információkat. Ugye nyilván ezt az ablakot full screenbe fogjuk futtatni, ugye ez az, ami itt is látszódik. Ugye ez el kell kérni bizonyos dolgokat, ugye a magáról a desktopról, meg az ablakról. Na most ezen fogunk egy kicsit most hackkelni, legalábbis, tehát mindjárt fogunk egy kicsit rajta hackkelni, de inkább csak ilyen gondolatébresztőnek, hogy az ilyen ablakkezelés, meg ilyesmi, ez hogyan is működik, meg hogyan is néz ki, meg hát, hogy nem egy leányálom azért ez az ablakkezelés itt Qt-be, de erre most rá fogunk nézni, hogy mit is lehet csinálni, illetve hogyan is működik ez a dolog. Jó, de a lényeg, hogy ilyen ezt a Brainby window-ot hozzuk létre, ugye, ami hasonlóan ugye ezt a Qmain window-ot terjeszti ki, mint ugye eddig is, ahogy nézegettük, ezt használtuk ugye a korábbi Qt-s programoknál is, ezt terjesztjük ki, és akkor ez lesz egy ilyen Qt-s ablak nekünk. Jó, és akkor itt pedig implementáljuk magát a, hát tulajdonképpen a megjelenítést, meg ugye ezeket a különböző eventeket, ahogy ugye beszéltük korábban is, ugye a gomnyomások, meg ugye az egérmutatót itt kezeljük le, ugye mondtam, hogy a feladat az, hogy kattintunk, és akkor az egér kurzornak, tehát a
mutatónak benne kell lenni abba a kis karikába. Jó? És akkor tulajdonképpen ez az, ami ezt így vezérli. Jó, itt ugye van egy pár ilyen matekos dolog, mert a végén majd valamilyen számot fogunk mi kiprintelni egy fájlba. Hát szerintem ez létre is jött, ez a fájl itt. Igen, ebbe a nagyon hosszú mappába, majd mindjárt megnézzük. Bár lehet, hogy nem nyomtam végig, akkor nem jön létre, most nem is emlékszem. Na mindegy, megnézzük egy pillanat. És akkor itt különböző ilyen átlagot számolunk, meg varianciát, meg ilyesmiket, ebbe most annyira én nem mennék bele, majd itt valami kapcsán meg fogjuk nézni ezt a variancia számítást, illetve itt van maga a mentése, mert ahogy mondtam, az eredményeket egy fájlba menti ki a program, már is megnézzük ezt is. És akkor itt pedig a slotok vannak, szerintem erről nem volt szó most még, és nem is tudom, hogy kell-e, hogy erről szó essen. Ugye, hogy ezek a Qt-s programok már ilyen slot szignálosan működnek, de majd kitérünk rá, hogyha ha lesz rá idő. Jó, oké is. És akkor itt pedig a Windows-nak ugye az implementációja, egyrészt a konstruktor, ugye itt van, itt lesz majd ugye ha jól gondolom, az, hogy megvan-e a kontroll a karakter fölött, vagy nem. Igen. Jó, meg fogjuk nézni, meg majd kiteszem nagyba a forráskódot, mert ez már eléggé be van tördelve. Vagy hát indentálva, pontosabban. Ugye itt lesz egy kis rajzolgatás, itt ugye szövegeket tesszük rá, de majd már is megnézzük. Jó, és akkor itt pedig különböző, ugye maguk az egérmutató, meg a keypress, meg ilyenek vannak. Jó. Itt pedig a szál, de erre majd akkor külön kitérünk. Jó. Na és akkor hogyan haladjunk? Ugye ez a kérdés. Jó. Ez nem olyan érdekes, itt a matekos rész lesz még érdekes. Ezt szerintem majd máshol fogjuk megnézni ezt a számolást, és ez majd a óra vége fele. Jó. Ugye itt van a save. Na most akkor gyorsan ránézek, hogy elmenti ez nekünk így az eredményt. Hát igen, ez még úgy is elmentette az eredményt, hogy nem nyomtam végig. Ugye ez a fájl a kimenete a programnak, és akkor itt ugye sok minden adatot kiír az, hogy mikor találtuk meg a kontrollt, mikor vesztettük el a kontrollt, milyen komplexitás értékeknél történtek meg ezek, és akkor ezek alapján számolgat átlagot, meg szórást, meg ilyesmit, és a végén kiír egy ilyen mérőszámot, ami esetünkben, hát most ide írja, hogy kilobyte, de tulajdonképpen ez egy ilyen mértékegység nélküli mérőszám, ami hát szerintünk legalábbis a cikkbe megfogalmazott gondolatok mentén jól jellemzi egy-egy játékosnak a ilyen irányú képességeit. Legalábbis a tényleg a cikkben megfogalmazott gondolatok mentén. Hát ugye e-sportolán szoktuk ezt kérni, hogy nyomják ezt végig, és akkor ez alapján csinálunk ilyen kis kimutatásokat, hogy ki milyen jó játékos, legalábbis ez alapján, a mérőprogram alapján. Nyilván, ahogy mondtam, ez a kutatásnak egy ilyen induló fázisa volt ez a cikk. Nyilván nagyon sok mindent kellett volna itt még elvégezni, hogy ez tényleg egy úgymond elfogadott mérőszám legyen, vagy hát egy jó mérőszám, de a cikk publikálásának idejében ez még nem állt rendelkezésre. Jó, illetve kiment a program egy ilyen képet is, egy kis képernyő képet, hogy amikor, ha jól emlékszem, ez a program végén menti ki, hogyha véget ér a program, akkor milyen volt éppen a helyzet, az állás, úgymond a képernyőn. Jó. Hát e-sportórán szoktuk ezeket méregetni, ahogy mondtam is. Hát ugye volt egy olyan fél év, amikor a külföldi hallgatóknak is tartottam labort. Hát ott volt egy pár kínai hallgató, akik elég komoly számokat értek el ebbe. Hát érdekes. Én nem azt mondom, hogy közvetlen kapcsolat van
a dologban, de mert nyilván ahhoz, hogy föl tudjuk ezt, tehát hogy erről tudjunk mondani valamit, egy nagyobb tömegekbe kéne ezt a mérést végezni, és az, hogy kitölti két kína, megcsinálja ezt a tesztet két kínai hallgató, arról nem lehet semmit sem mondani, de tényleg ők nagyon magas értéket értek el, ilyen 6 meg 7 környéki értékeket, ami tényleg nagyon magasnak számít. De tehát tényleg magas értékeket értek el. Most hirtelen nem emlékszem, de ugye amikor vagy ezt a cikket, vagy a magyar nyelvű cikket írtuk, akkor is ott volt egy-két e-sportoló, akik kitöltötték ezt a tesztet, ugye ahogy mondtam is, hogy dartsos játékosok, és ott volt egy srác, most tényleg nem akarok neveket mondani, mert nem ez az érdekes, nem csak egy, hanem több is, akik tényleg magas szinten játszották a játékot. Az egyik srác például, ha jól emlékszem, a LoL-ba EUV szerveren volt Challenger, és tényleg egy viszonylag magas elóban, tehát nem csak ott olyan 0-10 LP környék, hanem tényleg tehát magasan volt, és ő is elég jó eredményeket ért el ebben a tesztben, tehát ő is ilyen magas számokat hozott, és tényleg ez a srác nagyon jó játékos volt, hát még mesélte, hogy így vízi csacsékkal játszott rangsoroló meccset, meg ilyesmi, hát ugye a gép összedobta velük. Tehát tényleg nagyon komoly szinten játszott, hogyha szánt volna rá időt, hát nyilván nem ez volt neki a fő profilja, mert ő egyetemi hallgató volt, akkor szerintem simán lehetett volna akár LCS játékos is, meg tehát tényleg nagyon komoly szinten játszott. Csak hát nem, talán nem foglalkozott annyit a játékkal, vagy nem akart, hát ez nyilván más kérdés. Jó, volt másik játékos is, ő a EUNE szerveren volt Challenger, ő is nagyon jó játékosunk volt, ő is jó számokat hozott ebbe, meg tényleg akik sokat játszottak lólal, azok azért tipikusan jó számokat hoztak ebbe is. De mondom, ezt még nyilván ilyen tudományos erővel nem jelenthetjük ki, hogy van összefüggés, mert azért nem olyan mértékben mértük ezt a dolgot, tehát most nem is tudom, hogy pont, nem is emlékszem pontosan, hogy hány játékos töltötte ki, de ilyen tízes nagyságrendre gondoljatok, ahhoz, hogy tényleg tudományos erővel tudjunk mondani valamit erre a számra, ahhoz az tényleg ilyen százas nagyságrendre kéne meg. Na, tehát, de mindegy, ahogy mondtam is, ez a kutatásnak egy ilyen indítója volt, és mint ilyen induló kutatás szerintem jó visszajelzéseket kaptunk a játékosoktól, amiket a programban Norbi be is épített, például ilyen háttérszint átállítani, meg ilyesmi. Na jó, én most veszek egy kis levegőt, addig a kérdéseket dobjuk már be, hogy van-e esetleg, és akkor utána megnézzük ezt az ablakkezelést is ebbe a programba. Hát valamelyest ránézünk. Ha van kérdés, nyugodtan dobjuk be. Mondom, eddig mondjuk világos, mert forráskódról olyan sokat nem beszéltünk, de majd mindjárt átfutjuk. Jó, valami visszajelzést adjunk, hogy nem alszunk még. Vagy már elaludtunk, vagy visszaaludtunk pontosabban. Élünk. Jó. Az tökéletes, szuper. Nagy részt. Oké, és jó, szuper. Jó, rendben van. Na, akkor pillancsunk rá. Ugye itt csak tényleg nem fog minden egyes dologra kitérni. Nézem Alfa Ananásznak a hogy szerinte érdekes lenne egy League of Legends posztot csinálni, ahol bárki kipróbálhatja, és a végén be kellene írni a szerver plusz rankot, érdekes statisztikát lehetne ez alapján kimutatni. Ez ilyen Reddites poszt lenne, ugye? Ha jól látom, ez a per RP League of Legends, mintha a Redditnek lenne valami ilyesmi dolga.
Hát igen, nyilván végig kéne, igen, Reddit. Hát végig lehetne ezt gondolni. Mondom, a kérdés az az, hogy folytatódik-e ez a kutatás. Ugye én most másra kell, hogy koncentráljak, tehát én most nem e-sport kutatásban vagyok. Ezt főleg Norbint kéne megkérdezni, hogy ő foglalkozik-e még ezzel, lát ebbe még fantáziát, akar ezzel igazából foglalkozni. A felvetésed mindenképp jó, és mindenképp szerintem egy járható út lehet. Mindig az a kérdés, hogy hányan töltenék ki, mennyire lehet ennek hype-ot adni, úgymond. De mondom, tényleg itt az a kérdés, hogy a e-sportos kutatócsoport, akinek én most jelenleg nem vagyok tagja, mert mással foglalkozok, az foglalkozik-e még ezzel? Ezt most nem tudom, mert nem vagyok benne most egy olyan fél éve szerintem már most nem ezzel foglalkozom. A PhD-mat kell befejezni. Jó, de mondom, a felvetés mindenképp helyén való. Jó, na de térjünk is vissza ide a forráskódra, és akkor csak fussunk rajta végig, nem akarok tényleg mindenbe részletekbe belemenni, csak tényleg a fontosabb dolgokba. Ezen fogunk majd hackelni, úgyhogy ezzel most én nem akarok foglalkozni, majd mindjárt kitérünk erre. Hanem ami talán egy kicsit érdekesebb lehet, és nyilván ezt majd a cikkel is rögtön összevetjük, az ugye egyrészt, na ha megtalálom, jó, nem itt van, mert ezek ugye a adminisztratívabb részek, hanem ugye itt van például ez a Update Heroes eljárás. Igen, ezzel akarok egy kicsit, hogy ugye mit is jelent az, hogy megvan a karakterünk, meg elveszett a karakterünk. Ugye számolunk valamilyen distance-it, ilyen távolságot, ugye az, hogy az egér mutató hol van, meg hogy maga a karakterünk hol van. És ugye emlékeztek rá, néztük, hogy benne kell tartani az egérmutatót abba a kis pöttybe, abba a kis kék pöttybe, ráadásul nem is mindegy, hogy melyik kék pöttybe. És ugye arra számolunk egy ilyen távolságot. Ha ez a távolság ugye, ez egy ilyen négyzetes távolság, most ebben nem is akarok belemenni, de csinálok egy ilyen sortörést, hogy látszódjék. De hogyha ez meghalad egy bizonyos értéket, és bizonyos ideig ez ugye megtörténik. Ugye ez a 12, ez ilyen szimulációs lépésekbe kell érteni. Egy szimulációs lépés az 100 millisekundumig tart, tehát ugye láttuk, hogy ott zizeg ez a kis dobozka, vagy hát tulajdonképpen mindegyik dobozka így zizeg, bocsánat ezért a szóért. Ez ugye ilyen 10 Hz-es zizegés, tehát 100 millisekundumunként ugrik egyet arrébb ez a kis doboz. Jó? És ugye ez egy ilyen szimulációs lépésköz, hogyha 12 egymás követő szimulációs lépés közben ez a távolság nagyobb, mint 121, akkor az azt jelenti, hogy elvesztettük a karakterünket. És akkor pillancsunk rá, hogy a cikkben ez hogyan is néz ki, mert ugye ott is ezt leírtuk. Most megnézem, hogy jól látszódik-e a cikk. Ugye ezt kivetíthetem, mert ugye open access, tehát igazából ezzel szerzői jogi problémát nem okozok. Hol is van ez leírva? Ugye itt van leírva. Hát próbálom a control stream-et nézni, hogy jól látszik-e. Jelezzetek már vissza, hogyha nem látszik rendesen, vagy jobban akarjátok. Jó, de hát itt is le van ez írva, hogy ugye itt van a forráskód elérhetősége, és akkor ugye hogy írja is, hogy ez ugye 100 millisekundumonként lépeget, és akkor ugye nézi azt, hogy az egér mutató az ott van-e vagy sem, és a távolságát számoljuk ebbe a dist változóba tulajdonképpen. Itt írja is, hogy ez egy ilyen euklédeszi távolság, hát távolság, most mindegy is. Pontosabban a euklideszi távolság négyzete, hogy pontos legyek. Jó. Oké, és akkor ugye látjuk is itt, hogyha ez a távolság nagyobb, mint 121, és 12 egymás követő időpillanatban ez megtörténik, tehát hogy a távolság ilyen nagy, akkor az azt jelenti, hogy
elvesztettük a karakterünket, nyilván, hogyha előtte megvolt. Tehát, hogyha nem volt meg, akkor nyilván nem tudjuk elveszíteni, mert akkor el van feszve, de hogyha megvolt a karakterünk, és ezek a dolgok így fennállnak, akkor az azt jelenti, hogy elveszítettük. Jó? Na most miért térek én ki erre így ilyen részletességgel? Ugye ennek alapvetően az lenne a lényege, hogy most itt van ez a cikk, meg van ez a program, hogy csak hogy egy kicsit a tudományos oldalról is beszélgessünk, hogy ugye nyilván az, hogy mi leírtuk ezt egy cikkbe, meg adtuk a szoftvert, az egy dolog, de ugye, és nyilván ez már egy alapban egy fontos dolog, azért nagyon ritka az, hogy ilyen tudományos publikációkhoz adják a szoftvert is. Sok esetben adnak valamilyen kis Python scriptet, amit ki lehet próbálni, vagy ilyesmi, de ez ugye látjuk, hogy egy élő, rendes, működő C++ szoftver. Tehát ez egy tényleg egy igazi, ugye működik itt Linuxon, ugye Norbi nagyon sokat szenvedett azzal, hogy működjön Windowson is, ugye hát a Windowsos világ az mindig egy kicsit nehézkesebb, de ugye adjuk a szoftvert mellé, és nagyon sok, tehát ugye ezeknél a publikációknál most teljesen mindegy, hogy ez informatika, vagy kémia, vagy mit, orvostudomány, ugye ezeknek a kísérleteknek reprodukálhatóaknak kell lenni. Tehát az, ami itt le van írva, módszer, le van írva, hogy hogyan mérjük, hogy hogyan működik a program, ennek reprodukálhatónak kell lenni. És ugye nyilván nagyon sok esetben látjuk azt, hogy igen, abban a cikkben le van írva valami, még azt mondom, hogy reprodukálható is, de nem minden esetben hozza azt az eredményt, ami a cikk végén van. És ugye erre mindig nagyon kell figyelni, hogyha egy cikket földolgozunk, hogy igen, nézzük azt, hogy hogyan működik, igen, és akkor ugye maga ez a kis rész is, de majd talán itt tovább pörgetünk, igen, itt van a matekos rész is, hogy hogyan számoljuk ezt a kilobájtot, hogy ennek reprodukálhatónak kell lennie, és helyénvalónak kell lennie, és nagyon sok cikket látunk, most foglalkozok kicsit ilyen önvezető autókkal kapcsolatos gépi tanuló rendszerekkel is, ott is azért sokszor látjuk azt, hogy tök jó dolgok vannak leírva a cikkbe, valószínű még működne is egyébként, csak nem tudjuk reprodukálni. És ez azért sokszor probléma. Én ezzel nem az akarok sugallni, hogy ami a cikkbe le van írva, az hazugság vagy hülyeség, csak hogyha nehéz reprodukálni, akkor nehéz azzal a cikkkel mit kezdeni, mármint úgy a valóságba. Jó? Na mindegy, erre csak azért akartam így kitérni, hogy meg azért akartam, hogy itt a cikkbe is megnézzük ezt, hogy egyrészt itt szépen le van írva szövegesen is, hogy hogyan működik ez a elveszítem, megtalálom metódus. Itt le van írva egy ilyen kis, hát ilyen félig meddig pseudo kód, félig meddig C++ kód, ez sok mindenki van hagyva belőle, ami a programban látható. Meg itt ugye le van írva az is, hogy mi az, hogy tehát hogyan számolgatjuk ezt a kilobájt értéket, amit a végén megkapunk, ezt a rizáltot. Jó, mondom, csak ezért villantottam fel ezt a cikket, hogy itt a módszer szépen le van írva, és hát amellett, hogy maga a szoftver is letölthető, kipróbálható, ugye forráskódban ott van binárisban, legalábbis szerintem még itt ezen a szerveren fönt van maga a bináris, de hát mondom, letölthető forráskódban is, tehát szépen itt kipróbálható és reprodukálható a dolog. Na most nyilván a mérések más dolog, ugye majd látni fogjuk, hogy azért van egy kis sztohasztikus jellege a dolognak, tehát itt kirajzoltunk egy ilyen kis grafikont, ez is csak egy ilyen példa szerintem, hogy könnyebb legyen elképzelni azt, hogyan is történik ez. Ugye ez tulajdonképpen a képernyőnek a vizuális komplexitását mutatja, hogy amikor megtaláltuk, akkor milyen komplexitása volt az adott állásnak, vagy adott képernyőnek, és amikor elvesztettük, milyen. És akkor látjuk, hogy nyilván amikor elvesztettük, megtaláltuk, hogyan kell, ugye nyilván valamilyen ilyen magaslati ponton veszítjük el, és akkor ugye a program elkezdi csökkenteni ezt a komplexitást, és akkor egyszer csak megtaláljuk. Jó? És akkor megtaláltuk, akkor megint elkezdi növelni a komplexitást, megint elvesztettük valahol. Jó? És akkor szépen ez így megy, és akkor ezek alapján
számolgatjuk azt, hogy hogyan is néz ez ki, tehát hogy milyen eredményeket érünk el. Jó, és akkor ez itt van leírva forráskódban is. Ugye ezeket a BPS értékeket gyűjtjük egy-egy ilyen vektorba, és akkor ezek alapján megy majd a matek, amit mindjárt csak így fölvillantok. Na, ez eddig úgy világos? Nem tudom, hogy ez most a prog anyaggal kapcsolatban van-e bármi teendő is, csak gondoltam elmagyarázom már, hogy hogyan működik a program. Szóval világos ez így? Mint a nap. Szuper. Jó, oké is. Kérdés van, jöhet nyugodtan aszinkron módon, és akkor nyugodtan szakítsatok félbe, ahogy a Terminátor is mondaná. Jó, na szóval ez lenne itt maga az, hogy mi az, hogy elveszítjük, meg megtaláljuk. Mindjárt keresem a matekos része, szerintem a szában lesz, szóval arra most nem térnék ki, vagy hát mindjárt megnézzük. És akkor itt van ilyen press event, meg release event, ugye itt ezek az egér, tehát ami figyeli ugye a kattintásokat, meg hogy fölengedjük, mozgatjuk az egeret, jó, és akkor itt szépen el tudjuk kérni ugye itt a mouse eventen keresztül, hogy éppen hol van az egérmutatónk, és akkor azt már majd tudjuk hasonlítani ahhoz, hogy a dobozhoz képest milyen pozíciója van. Illetve itt ugye gomnyomásra is tudjuk ezt szabályozni, ugye az S betűvel, ha jól emlékszem, tudunk menteni, a P-vel tudunk pauzálni, ami nekem, tegnap átfutottam még egyszer a forrást, ez tegnap derült ki, nem tudom, hogy ez hogy siklott már fölötte, de mindegy, tehát itt lehet pauzálni, illetve a Q-val meg az Escape-el ki lehet szépen lépni a programból, tehát csak ez így ilyen kis event listener-t állít a dologra. Jó. Na közben egy kérdés, de ahogy látom, már meg is jött a válasz. Hát, igen, április 3 a határidő, jó? Hát az ott éjfél, hát nyilván most tehát nem 0-5 perckor fogom elkezdeni átnézni a dolgozatokat, tehát ez nagyon fontos. Tehát ez az éjféli határidőt úgy értsétek, hogy én szerintem másnap reggel fogom megnézni. Most megnézem, ugye 3. a péntek, de nekem hétvégén videót kell gyártani, hát rá fogok tudni nézni, meg ugye készülni kell a hétfői laborra. Hétfői órára készülni kell. Boborján, ezt tőlem kérdezed? Jól értem, hogy azt kérdezed, hogy Budapesten mekkora a forgalom? Jó, hogy mindenkitől. Aha. Na hát az, hogy Budapesten mekkora a forgalom, azt én nem tudom, mert én Debrecenben vagyok. Itt Debrecenben, hát mondjuk ezt sem nagyon tudom megmondani, hogy Debrecenben mekkora a forgalom, mert kb. Csak azt a kis utcaszakaszt látom, amit látok. Tehát itt az utcában nem olyan nagy a forgalom, de mondjuk itt máskor se. Úgyhogy... Amire esetleg utalhat arra, hogy mekkora a forgalom, hogy a légszennyezettségi adatokat, figyelemmel követed, akár Pesten, akár Debrecenben, mondjuk Debrecenben nem tudom hány mérőpont van, akkor az adhat némi kis iránymutatást. De mondom, az csak egy ilyen származtatott valami. Jó? De hát itt Phantom már írja is, hogy szinte üres a város. Szia, igen, ez egy egyetemi oktatóanyag a Debreceni Egyetemnek a programtervező informatikus szak programozás egy labor. Jó, oké is. Na, pörögjünk tovább, mert az idő múlik, a téma megnyúlik. Nézzük meg ezt a szálat, és akkor itt a matekos részre is ki tudunk térni. Ugye kezdjük azzal, hogy van nekünk egy ilyen híró osztályunk, ezek lesznek azok a kis dobozok, amit ott látunk a programban, és ezeknek van
nyilván koordinátai, hogy hol van, meg itt tudunk ilyen színeket állítani, meg nevet állítani, meg ugye tudjuk állítani az agilitását. Na most nyilván itt a move függvény kapcsán lesz ez érdekes, ugye ez az, ami mozgatja magát a dobozokat, és akkor itt ezt a mozgatást ugye látjuk, hogy valamennyire, tehát ilyen random módon végezzük, tehát az, hogy hát így zizeg össze-vissza. Az, hogy most merre, hát ugye amit a random ugye diktál, de itt van maga a mozgatás a dobozkáknak. Jó? Oké, és nem olyan érdekes, ezt csak gondoltam, fölvillantjuk. Na most menjünk itt tovább, mert itt már ugye ilyen OpenCV-s rajzolgatás van. Ezek most talán annyira nem érdekesek. Ugye itt van nekünk két vektor, ami ez a megtalálásnak, illetve az elvesztésnek a komplexitását fogja nekünk tárolni. Tehát az, hogy milyen komplexitásnál veszítjük el, meg milyen komplexitásnál találjuk meg a dobozkáinkat, ugye ebbe fogjuk majd tárolni, és ezen fogunk majd számolgatni. Jó. Oké, és tekerjük tovább. Jó, itt vissza el tudjuk kérni azt, hogy milyen a komplexitás. Oké, és még nem is ez a érdekes. Jó, oké, és ezzel fogunk majd foglalkozni. Legalábbis, ha jól emlékszem, ez lesz az, amire rá fogunk nézni. Ez sem olyan érdekes itt. Oké, és itt egy kis rajzolgatás, most ez sem olyan fontos. Ha gondoljátok, ezt nézzétek át. Nem akarok mindenbe belemenni, mert akkor tényleg se füle, se farka, meg sose érnénk a végére. Még nézzük, hogy itt a CPP-ben mi van, de... Jó, hát itt inicializálja ugye először ugye azt az öt kis dobozkát. Ugye itt elindítjuk a szálat, ugye párhuzamos programozás, ugye ez a BNB thread, ugye ez a sima Q thread osztályt terjeszti ki, és ugye annak van egy ilyen RAM metódus, ami ugye fogja szépen futtatni ezt a programot. Ugye egyrészt ezzel a devel függvénnyel, vagy a devel függvénnyel fogjuk mozgatni tulajdonképpen a dobozokat, tehát ez lesz az, ami tulajdonképpen futtatja a szimulációt. Ugye a draw meg szépen minden egyes lépésbe kirajzolja ezt a állapotot, úgymond. És akkor nyilván itt van egy sleep is beépítve, ez az, ami ugye késleltetést ad, tehát ugye az, ami a szimulációs lépéseket fogja szépen hát léptetni tulajdonképpen. Ugye ez az a delay, ami 100 millisekre van most állítva. Ugye ez azért meg is mutatja, hogy ez egy 10 Hz-es szimuláció, már ebben az értelemben 10 Hz. Tehát ugye kérdezték korábban, csak most ezt beszúrom ide, aztán tényleg haladjunk, mert nem érünk a végére, hogy az hátránya, hogyha nem 144 Hz-es monitoron végzik ezt a kísérletet. Hát ebben az értelemben ugye, hogyha belegondoltok, nyilván nem hátrány, mert maga a program 10 Hz-en működik. Át lehetne inni úgy, hogy 144 Hz-es monitoron is érdekes legyen. A kérdés az az, hogy egyrészt van-e értelme, de mondjuk ezt, ha tovább is lépünk, akkor, hogy olyan, akkor azért a szimuláció kicsit nagyobb sebességű lenne. És hogy sokkal gyorsabban zizegnének ezek a dobozok. Könnyen lehet, hogy akkor már kicsit más lenne a mérésnek a végkimenetele. Jó? De korábban voltak ilyen gondolatok, meg talán még egy szakdolgozóm is érdeklődött ennek kapcsán, hogy ezt a BrainBee-mérő programot át lehetne írni úgy, hogy FPS játékokra is ki legyen hegyezve. Ugye azért látszik, hogy elsősorban MOBA játékokra van ez kitalálva, illetve hát nyilván a Clash of Clans kapcsán is mondhatjuk ezt, ugye ezt erre az elején azért beszéltünk, de át lehetne inni nyilván, csak akkor azért sok más egyebet át is kéne gondolni, mit lehet mérni egy FPS játékban, ugye a reflexek, aim, ugye, tehát a célzás, milyenek a reflexek, stb. Erre egyébként vannak már mérőprogramok, most a neve nem fog eszembe jutni, majd ha a chatbe valaki esetleg tudja, akkor írja be a nevét. Steamen is vannak ilyen programok, ott is lehet ezeket
ezeket nézegetni. Jó, de mondom, ez most tényleg csak ilyen programozás szempontból. Ugye ez az a RAM metódus, ami ugye futtatja magát ezt a BNB threadet, tehát magát a szálat, amiben a számolás, rajzolás, ilyesmi fog futni. Jó, na menjünk tovább, hogy van-e még itt valami? Hát itt nem nagyon, úgyhogy ezen itt végig is mentünk. Jó, ezzel majd fogunk foglalkozni. Egyébként ez az a matekos rész, hogyha jól emlékszem, ami a cikkbe is le van írva, de fölvillantom a cikket, hogy ez az. Lehet, hogy nem ez az. Akkor elnézéseteket kérem. Hát igen, részben az, mert hát egy része az. Jó, itt az átlagszámítás lesz, ha jól emlékszem. Na hát a variancia számítás. Jó, tehát részben az. A többi része meg még itt le van írva, hát azt most nem mutatom meg. Ez majd programozási szempontból lesz egy kicsit érdekes. Jó, rápillantok a chatre. Hát, hogy hogyan valósíthatók meg a laboratóriumi gyakorlatok? Hát próbálkozunk, maradjunk annyiba, aztán meglátjuk. Még talán az órák szerintem jól kivitelezhetőek a számon kéréseket, meg majd meglátjuk. Jó. Jó, ott Boborjának is van egy kis programozós kérdése. Hát erre a hallgatók majd válaszolnak. Most én ezzel nem akarnék foglalkozni. Jó, majd itt a hallgatók a chatbe megírják neked. Jó. Oké is. Igen, a videóknak is jó lenne meglenni. Jó, ez az április 3 már tényleg ilyen nagyon-nagyon kitolt határidő. Legyenek már meg, mert mondjuk éppen hónap lesz, de legyenek meg. Jó, oké is. Na, térjünk vissza, és akkor pillancsunk rá erre, hogy mit is akarunk itt az ablakkal csinálni. Ugye látjuk azt, hogy van nekünk ez a co-application osztályunk végül is, aminek ugye elkérjük a desktop függvényén keresztül valamilyen információját, és abban ez a available geometrit. Jó, na most ez mit fog nekünk visszaadni? Ez egy ilyen correct típusú objektumot fog visszaadni, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát valamilyen geometri alakzat, valószínű egy ilyen négyzet. Tulajdonképpen ebbe tudunk ilyen információkat lekérni. Hát jelen esetben ugye a szélességet és a magasságot. Tehát az, hogy az az ablak, amiben fut a program, mekkora felbontással van. De akkor nézzünk már erre, hogy ez pontosan mit is ír ki ide nekünk. Ez a sima Q-autos kiírással fogom most ezt megtenni. És akkor ezt a két adatot itt írjuk ki szépen. Remélem nem írtam el, de fordító jó barát, úgy is majd szól, hogyha valami gondja van. Jó, ez elvileg már le van mékelve, úgyhogy ha csak újra mékeljük, akkor ha jól dolgoztunk, menni fog. Jó, hát igen, itt azért van egy kis warning, használ pár ilyen deprecated függvény. Nem tudom, szerintem olyan 2 éve nem nyúlt Norbi ez a forráskódhoz, azóta ugye a Qt is változott, engedjük el, ettől ez még rendben van. Na és akkor futtassuk a programot. Most nyilván földobja nekünk az ablakot, de én ezt csak simán most kilépek, és itt nézzük meg a programunknak a kimenetét. Ugye itt kiírta nekem ezt a kis infót, hogy ugye ez a felbontása a kijelzőmnek. Jó? Látjuk jól. Oké is. Na most
Mi itt a probléma? Ugye ti nem látjátok, de nekem két monitorom van. Az egyik egy 4K-s monitor, a másik meg egy 1440p-s monitor. Na most, aminek a képét ti látjátok, az az 1440p-s monitor, a másik pedig egy 4K-s monitor. Na most, ugye miért probléma ez? Hát mert a program nem ebbe az ablakba indult el. Jó, tehát ugye láttátok, hogy fölvillant a program, ahogy elindult, de az az ablak, amiben ez fölvillant, annak nem ez a felbontása. Jó, na most nyilván ez egy monitoros rendszereknél jól működik, tehát azt leszögezném, hogyha egy monitorotok van, akkor ez tök jól működik, mert tényleg azt a méretet fogja adni, amit adnia kell. És tényleg, tehát ott rendben működik, ott ezzel nincsen probléma. Viszont, hogy a két monitorotok van, ugye ezeknél a sok monitoros rendszereknél ez mindig egy ilyen probléma, ugye játékoknál is azért ezt nem egyszerű így, hogy most akkor átrakjuk a másik monitorra, tehát nem úgy van, csak úgy húzogatom az ablakot, jó, és akkor teszem át ide-oda, legalábbis a ilyen bonyolultabb GUI-s programoknál, játékoknál. Ugye itt is miért probléma? Mert nyilván számít az, hogy hány pixelünk van, hiszen nyilván ez alapján fogjuk számolgatni majd a távolságokat meg. Tehát ott akár be is kavarhat a matekos számolásba ugye a vizsgálat során. Na most ne ezzel foglalkozzunk, hanem csak nézzünk rá, hogy mit lehet itt kezdeni. Na most én megoldást erre nem fogok adni, inkább csak egy ilyen gondolatébresztésnek, meg ilyen elindulásnak, hogy mit is lehet itt tenni. Na most kicsit egyszerűsítsük itt a dolgokat. Ugye első körben ne rögtön a rektet kérjük el, hanem kérjünk el egy ilyen Q-widget objektumra mutató pointert, tehát egy ilyen Q-widgetet, ami nekünk nem pontosabban egy Q desktop widgetet először. Most a dokumentációra majd pillantsatok rá, nem nagyon van időnk most így tényleg mélyebben belemenni. Igyekszem nem elírni. Tehát igen, ez a Q desktop widget. És első körbe kérjük el ezt ettől a Q application-től. Ezt ez a desktop metódossal tudjuk. Jó, na most ebbe a Q Desktop widgetbe nagyon sok ilyen információ van. Például ugye a kijelzőkről lehet lekérdezni, meg sok más egyebet. Na most, amit itt le lehet például rögtön kérdezni, az, hogy hány darab kijelzőnk van. Tehát ezzel a Desktop widgettel, ha jól emlékszem, van egy ilyen tagfüggvénye, hogy screen count, és ezzel tudjuk lekérdezni. Na hát ezt tároljuk el, mondjuk ebbe a sc count változóba, és írjuk ki is ennek az értékét. Ugye ez a qout sc count-tal. Jó, hát de dobjunk be, ugye szokott módon ide is ilyen kis csillagozást, hogy ne vesszünk el így a sok tartalomba. Sok szám között már el fogunk veszni. Jó, meg ide is dobunk még egy új sort. Okés. És akkor nézzük meg, hogy egyáltalán jól dolgoztunk-e. Hát a warningok jönnek továbbra is a deprecated osztályok miatt. De pillantsunk rá, hogy jól működik-e. Elindítom a programot. A program elindul, és kiír nekünk valamit. Na most ránézek, hogy látjátok-e. Így van. Itt kiírja nekünk, hogy 2. Tehát tök jó kiírta, hogy két monitorom van. Na jó, de ezzel még mindig nem oldottuk meg azt, hogy most melyik monitoron legyünk, tehát hogy most hol nyílt meg, vagy hogy nyílt meg. Jó, tehát itt még mindig azért vannak teendőink. Jó, na most ugye ennek a Q Desktop Widget dolognak
Van egy olyan része, hogy el tudjuk érni a screen-t magát, tehát magát a kijelzőt, úgyhogy lépjünk is egy kicsit tovább, és akkor csináljunk egy olyat, hogy hát ugye a Qt ilyen widgetekkel működik, mondom, ebben most nem akarnék belemenni, mert tényleg akkor már nagyon-nagyon kifutnánk az időből, hogy lenne egy ilyen kis screenünk, és ugye ettől a desktop widgettől el tudjuk kérni a screent. De van egy olyan lehetőségünk, hogy el tudjuk, tehát tudjuk adni, át tudjuk neki adni paraméterbe azt, hogy melyik screent. És ezt egy sima integerrel tudjuk megtenni, hát vagy a nullát, vagy az egyet adjuk meg, ugye nullától indul, és akkor mondjuk ebbe az esetben az a szerencse, legalábbis ahogy én utána olvastam, és itt Ubuntu-n ahogy működik, hogy abban a sorrendben adja vissza a screeneket, amilyen sorrendben nekünk be is van állítva az op rendszerbe. Tehát nekem a elsődleges monitorom ez a 4K-s monitor, így, hogyha a screen nullával paraméterezem, akkor így elvileg nekem a 4K-s monitort fogja visszaadni. Tehát ebbe a screen widgetbe ez a nullás monitor lesz. Na de hát nézzük is meg, hogy nem beszélek sületlenséget. Ugye ennek a Q-widgetnek is van egy olyan lehetősége, hogy a Q-widgettől is el tudjuk kérni a méretet, ha jól emlékszem. Nem, először el kell kérnünk ettől is a geometriát, jó? Tehát akkor csináljunk egy másik, egy ilyen rect, vagy rect a alakzatot. Ez legyen mondjuk a rect screen, amit mi elkérünk. És akkor ettől a screentől kérjük le ennek a geometriáját. Legalábbis, hogyha jól emlékszem, akkor így van. De mindjárt megnézzük, ugye mérnöki szemlélet, kipróbáljuk, ha működik, akkor oké, és ha nem, akkor dolgozunk még rajta. Jó, és akkor ennek a négyszögnek már így, ahogy vagy négyzetnek így, ahogy az előbb is csináltuk, le tudjuk kérni a szélességét, magasságát, csak itt már ugye nem a rectét, hanem a rectscreenét. És megint, hogyha jól dolgoztunk, akkor ezzel rendben is leszünk. Jó, mékeljük újra. Na, itt már rögtön látjuk is a problémát. Ha! Lemaradt a nyílnak a hegye. Oké, és nézzük még egyszer. Jó, töménytelen warning. Mondom, ezek mind-mind a deprecated osztályok miatt. És akkor most futtassuk újra. Jó, látjuk, hogy megjelenik, de most én ebből ki is lépek. És akkor látjuk, hogy itt kiírta nekünk a felbontásunk, de ugye a nullás screenre, hát ezt várjuk, mert nekem a primary screen az ugye a 4K-s monitor. Na most ezt állítsuk át egyre, most ez egy ilyen nagyon fajék egyszerű dolog lesz, meg nem is biztos, hogy jó megközelítés, de nézzük meg újra, hogy mi történik, mékelünk újra. Jó, futtassuk megint kidobja nekünk a progit, és hogyha látjuk, igen, látjuk, akkor itt látjuk, hogy már nekem kiírt a másodlagos monitoromnak a felbontását. Jó, oké is. Na hát, nyilván innentől kezdve ez megvan nekünk, tehát így akkor már tudjuk paraméterezni, mert ugye azt lehet, hogy elfelejtettem mondani, hogy itt látjuk, hogy az ablakunknak adjuk át ezeket az infókat. Tehát ennek a BrainB window-nak a konstruktorába adjuk át ezt a két számot, tehát ugye a felbontást. És ugye ez alapján fogja a program ugye az ablakot paraméterezni bizonyos szempontokból. Ugye itt meg ad neki egy ilyen, tehát itt állítja a program magát full screenre. Jó? És akkor innentől kezdve már ezt ugye át tudjuk adni, hogy tehát a tényleges ablakunknak a mérete
adódjon át, úgymond ennek az ablaknak. És akkor innentől kezdve, ha minden igaz, ez már úgy fog működni. De mindjárt gyorsan most lefuttatom. Jó, hát nem biztos, hogy sok mindent látunk, talán a dobozok nagyobbak lettek. De még ebbe se vagyok biztos. Itt talán a szöveg egy kicsit máshogy néz ki, nincs annyira összecsúszva, meg ilyesmi. Jó, de a lényeg, hogy ezt innent így át tudjuk adni, és akkor innentől már az fog működni. Tehát azokkal a számokkal fog működni. De itt most nem biztos, hogy ez az érdekes. Jó? Na mindegy, én csak ilyen gondolatébresztőnek bedobnám, mert tényleg nagyon, nagyon szalad az idő, hogy ugye oké, hogy mi itt kézzel átírtuk a programba, hogy 0 vagy 1. De hát, ha most belegondoltok egy ilyen user programnál, nyilván nem a felhasználó fogja átírni, hogy 0 vagy 1. Jó? Tehát valahogy nekünk ezt automatikusan kellene mindig kérnünk, hogy hol indítottuk el a programot, hol van most a program, és akkor valamit itt lehetne mókolni. Mondom, ezt én nem fogom itt most megoldani, mert ez hát nem fél órás meló lenne. Csak tudjátok, ilyen mérnöki szempontból megközelítve a dolgot, hogy ugye van nekünk egy GUI-s alkalmazásunk, és akkor hogy tudjuk kezelni ezeket a kijelzőket, az egyes widgeteket, hol jelenjen meg a program, hogy jelenjen meg a program. Csak ugye arról még nem is beszéltünk, hogy mi van, hogyha a programot nem ilyen módon paraméterezzük fullscreenre, hanem ilyen ablakos fullscreenre csináljuk, vagy nem is tudom, tehát így maximalizáljuk, és akkor kerete van. Mi történik, hogyha áthúzzuk a másik kijelzőre? Jó? Tehát itt rengeteg kérdés és dolog előjön. Szerintem az egy frankó feladat lehet ebbe a Brainbee-s, ebbe a 6 pont, vagy 7.4-es feladatba, hogy ha valaki ezt megoldja. Nem tudom, hogy van-e értelme most így konkrétan programozási, tehát egy a progej szempontjából, de szerintem ez egy szuper kis mérnöki feladat lehet, hogyha valaki ezt így megoldja. Jó, de mondom, ez csak így tényleg ilyen gondolatébresztőnek, ilyen iniciálisan földobom ezt a dolgot. Jó, na akkor itt én most öblítek, van-e kérdés esetleg? Világos a dolog, hogy úgy nagyjából mi történik? Kérdezzünk nyugodtan. Hatodik fejezet első feladat. Az melyik is? Ja, a polar transformációs algoritmust. Igen, a C++-ban mutattam csak, és akkor a kérdés arra vonatkozik, hogy kell külön Java és C++-os megoldás is? Kell, igen. Kell. Ugye itt írja, tehát a feladat írja, hogy valósítsd meg C++-ban és Java-ban. Tehát kell. De szerintem Java-sat is találtok. De ja, hát a feladat szövege szerint kell mindkettő. Jó, egyéb kérdésünk van-e? Tegyük fel nyugodtan. Oké, és na, akkor a jelenléti kapcsán. Remélem nem csinálok hülyeséget. De mindegyben próbálgatni kell, hogy ugye jelszó védi a hiányzást. Na most én kipróbálnék egy ilyet. Mondom, lehet, hogy nincs semmi értelme, mert tök jó, hogy írjátok a jelenlétet a chatbe, tehát ide értek, beírjátok, hogy jelen, tök jó. Hogy csinálnánk egy olyat, hogy én mindig így a videóban mondanám a jelszót. Tehát, hogy mi a jelszó, és akkor ugye ezzel lehetne mérni azt is, hogy ténylegesen megnéztétek-e a videót. Nyilván ez a mérés, ez ilyen félig meddiges mérés, mert
egy valaki kiteszi a közös Facebook csoportba, és akkor onnantól kezdve ez már megvan. Nyilván nem az UD-Progba, hanem a saját Facebook csoportotokba. De mondom, egy ilyen próbát tennék ezzel a dologgal, hogy működik-e, és akkor így megnéznénk, hogy hogyan is történik. Na most nem tudom, hogy ezt laboronként kéne csinálni, vagy egy laborba bedobom, és akkor ott mindenki bekattintja, amikor megnézte a videót. Ugye a probléma az, hogy olyat nem tudok csinálni, mert ugye egy lab, mert nagyon furcsa, hogy nekem minden laborom, ne ott van minden hallgató. De hát, na mindegy, a lényeg, hogy ugye mindenki a saját laborjába megnézhetné a videót, és akkor mindenki a saját laborjába bekattintaná. Aha. Tehát ez azért lenne kényelmetlen, mert például hétfőn 9-től kalkulus, meg háló van sokaknak, illetve csütörtökön is ez a helyzet. Na most ezért mondom azt, hogy én, tehát mindegyik laborhoz csinálnék egy ilyen katalógust, tehát egy ilyen jelenlétit, és mindenki bekattinthatná aznap, amikor laborja van. Tehát ha mondjuk neked szerdán, hogy is van órám, szerdán 4-től van mondjuk laborod, csak mondok egy példát, akkor te szerdán egész nap bekattinthatnád magad. Mert az a baj, hogy egy hetes időablakot nem tudok adni, csak egy naposat. Legalábbis, ha jól értem. Jó? Tehát ezért mondom, hogy nem baj, hogyha hétfőn vagy csütörtökön nem vagytok itt, ez nem probléma, mert meg tudjátok nézni bármikor. Ja, persze csúszik a chat, igen. Na, tehát nem tudom, hogy erre mit gondoltok, tegyünk egy próbát szerintem. Én mindegyik laborhoz tennék egy ilyen jelenlétit. A jelszó mindegyiknek ugyanaz lesz, mert ugye egy videó fog készülni. Ez valószínű a hétfő reggeli videóban fog elhangzani ez a jelszó mindig, mert hát nyilván akkor van értelme. És ugye az adott napi labor adott nap egész nap be tudja magát kattintani, tehát itt oké, persze világos, hogyha hétfő reggel órátok van, meg csütörtökön is persze, akkor nem tudtok itt lenni, de hát a laborotok időpontjában ott tudtok lenni. Jó? Na mindegy, a lényeg, hogy tegyünk most egy próbát. Én fölvillantom ezt a jelszót, ha megtalálom. Egyébként a jelszó maga az, hogy C6H12O6. Na, följegyeztétek-e? Tehát, na mondom még egyszer, C6H12O6 és a Batman-jel, hogy egy klasszikust idézzek. Jó, na jó, van, nem fog gonoszkodni, ki is vetítem így nektek, meg rögtön jött a chatbe, gondoltam, hogy valaki be fogja írni. Jó, tehát itt van a jelszó, na most itt generál nekem egy QR kódot is, ez nem tudom, hogy miért van. Tehát ez a QR kód azért van, hogy ezt ti tudjátok leolvasni, vagy azért van, hogy ezt nekem kéne leolvasni. És akkor én tudom a saját jelenlétemet. Ezt próbálja már ki valaki, ilyen QR kód leolvasója van valakinek. Jó? Mert tehát ha van ilyen app valakinek, akkor ezt is próbálja már ki. Na jó, de mindegy, a jelszó itt látszik, úgyhogy szerintem ezzel rendben vagyunk. Átirányít a kúzus az e-learningen, és akkor ott be is kattintiteket, hogy ott voltatok, vagy ott még kell kattintanatok. Ezt én is lehet meg tudnám nézni. Hát páron már be vagytok kattintva. 13-an. Talán.
Nem jelenik meg erre vonatkozó jelenlétív. Érdekes. Valakint meg be is kattint. Tehát neked nem kért jelszót, amikor bepipáltad, és a QR kóddal mentél be? Tehát egyáltalán nem is két jelszó. Jó. Oké, és na. Jó, meglátjuk, próbálkozzunk ezzel. Fú, itt kezd nagyon sok infó lenni. Jó, most már neked is megvan. Szuper, szuper, nagyon jó, nagyon jó. Jó, meglátjuk, mondom, próbálkozunk, aztán kiderül, hogy sikerül. Jó, rendben van. Na, még egy dolgot csak földobnék, mert ezzel már nem lesz időnk most foglalkozni, mert elszaladt nagyon az idő, de fogunk vele, nem tudom pontosan, hogy mikor, de mindenképp fogunk vele, mert tényleg egy ilyen jó kis izgalmas programozós rész. Ugye csak tényleg földomnám, és akkor mindjárt reagálok is még a csetes megjegyzésekre. Ugye látjuk itt ezt a var függvényt, és akkor ezen belül van ez a for each kis valami. Ugye látjuk, hogy itt valamiféle számolgatás történik. Amit itt lényeges, azt most itt kicsit átszervezném és kiemelném. Na most, ezt így látja valaki, hogy micsoda? Tudja ezt valaki így, hogy ez itt így, hát nem az, hogy mit csinál, mert az most nem biztos olyan érdekes, hanem hogy itt ez ilyen programozási szempontból micsoda. Esetleg aki itt van most a chatben, az látja ezt így hirtelen. Ugye ezzel foglalkoznánk majd a jövő héten. Hát, for each ciklus. Jó, de nem feltétlenül erre vagyok kíváncsi, hanem inkább ez a rész érdekel engem, hogy ez ilyennel találkozott-e már itt valaki. Nem baj, ha nem. Jó, hát a nem érkező válaszba arra következtetek, hogy akkor nem. Nem. Aha. Jó, szörnyűségek. Jó, jó, jó. Oké is. Na, akkor a következő alkalommal, hát nem hétfő, mert ugye hétfő haladnunk kell tovább, erről fogunk beszélgetni, hogy ez micsoda. Jó, meg hogyan is működik ez. Ez egyébként egy funktor lesz, ráadásul ilyen lambda expression-nel kifejtett funktor. Szerintem ez egy izgalmas dolog. Az, hogy a prog tananyaghoz mennyire kapcsolódik, fogalmam sincs. Nyilván ezért is mondom, hogy ezt egy olyan blogba fogjuk majd tárgyalni, ami már úgymond nem része a tematikának, vagy hát nem tudom, hogy része a tematikának. Ki fog derülni, mert nem emlékszem pontosan, hogy most erről lesz-e szó ebbe a fél évbe. Nyilván, ha Norbi fog vele foglalkozni, akkor az azt jelenti, hogy része a tananyagnak. Ha nem, akkor valószínűleg nem része a tananyagnak, de én mindenképp akarnék erről egy kis szösszenetet így kitenni, meg megnézegetni. Meg fog nézni egy nagyon egyszerű kis példát, és akkor utána azt, hogy itt hogyan működik. Jó? De ez kéne egy, hát ha nem is egy óra, de egy szűk óra biztosan kéne arra, hogy erről tudjunk beszélgetni, úgyhogy ez most itt nem nagyon fog beleférni. De következő alkalommal, amikor lesz rá idő, akkor mindenképp fogunk erről beszélni. Jó. Na most ömlesszük akkor a kérdéseket, hogyha van. Én addig elmondanám, hogy akkor jövő héten hogy vagyunk.
Ugye jövő héten még nem húsvét van, az 2 hét múlva lesz. Tehát jövő héten akkor folytatjuk a könyvet. Ugye egyrészt a 8. fejezet jön. Ugye 7., 8. Így van, a Schwarzenegger fejezet. Jó. Csak így kidobom. És akkor itt ilyen gépi tanuló algoritmusokat fogunk megnézegetni. Hát kis ezeket az MNIST-es példákat. Jó. Hát nem tudom, hogy itt a 8.3-asra milyen mélységeibe kell foglalkoznunk. Szerintem ezzel nem igazán. Úgyhogy ezzel foglalkoztok elég sokat, mert hogy ugye csináljátok a Redflower Hell-es példákat is, meg ugye ezeket a malmős példákat. Úgyhogy ezzel a két példával fogunk főleg foglalkozni. Na most nyilván itt azért elég komoly gépi tanulós témák is előjönnek. Nem tudom, hogy pontosan hogy fogjuk ezt csinálni. Ami biztos, hogy nagyon sok minden el fog hangzani ebben az előadásban, tehát ezen az órán, ami nem része a tananyagnak. Jó? Tehát hétfőn is, meg csütörtökön is, mert biztos, hogy mindkét nap fogunk ezzel foglalkozni. Nagyon-nagyon sok minden fog elhangzani, ami nem része a tananyagnak. Jó? Hogyha arra vagytok, tehát hogyha tényleg úgymond pucéran arra vagytok kíváncsiak, hogy mi része a tananyagnak, Norbinál nagy részt csak arról van szó. Tehát ő azért ügyel arra, hogy persze nyilván magyaráz olyanokat is, ami itt-ott kicsit kimutat, de nyilván ott tényleg ő kiemeli az, ami abszolút a tananyagnak a része. Én nem nagyon fogok ezzel foglalkozni, persze azt el fogom mondani, ami a tananyag része, és ott tényleg ki is hangsúlyozom, de nagyon sok olyan rész lesz, ami nem része a tananyagnak. Például fogunk beszélgetni általában ilyen gépi tanulásról, fogunk beszélgetni általában ezekről a mai modern gépi tanuló rendszerekről, fogunk beszélni deep learningről is. Nagyon fontos, hogy én nem egy deep learning szakértő vagyok. Jó, tehát a matekos részhez nem feltétlenül értek. Én ugye mérnöki oldalról közelítem a dolgokat, és hogyan lehet az ilyen deep learning rendszereket implementálni valós rendszerekben. Jó, tehát én inkább ezzel az oldallal foglalkozom. De azért nyilván valamennyit értek hozzá, amennyit értek hozzá, annyit mindenképpen fogok nektek is mondani, meg fogok veletek osztani. Tehát nyilván fogunk erről is beszélgetni. Na most, ugye meg fogjuk nézni ezeket a példákat, de ezeket a példákat Norbi is meg fogja nézni. Jó? És szerintem Norbi tényleg olyan szinten fogja megnézni, amit feltétlenül tudnotok kell. Most Mentor bedobta ezt a kérdést, hogy fel lesz-e osztva az óra. Tehát, hogy az első fele a tananyag, második fele, ami nem. Hát igyekszem jelezni, hogy ha már olyanról beszélgetünk, ami nem része a tananyagnak. Ugye most is azért mondtam ugye ennél a QT-s ablaknál, hogy csak egy ilyen gondolatébresztő jelleggel mondanám ezt, illetve ezt a lambda expression-ös résznél is mondtam, hogy szerintem nem része a tananyagnak, de ebben most nem vagyok biztos, Norbi videóiból ez ki fog derülni, hogy része vagy nem része, mert ha foglalkozik vele, akkor biztos, hogy része. Jó, ha nem foglalkozik vele, akkor meg biztos, hogy nem része. Jó? De itt is majd megpróbálom valami olyan formán felosztani ezt a dolgot, hogy azért kiderüljön a videóból, hogy most ez egy olyan rész, vagy nem olyan rész. Jó? Tehát fogom hangsúlyozni mindenképpen. Jó? Hát az, hogy ugye nyilván ez arra ismert, hogy hát akkor innentől kezdve, amiről beszélgetünk, már nem része a tananyagnak, és akkor mindenki kikapcsolja a videót. Jó, de nyilván ezzel nincsen semmi probléma. Ugye nektek is véges időtök van. De mondom, én a teljesség kedvéért azért beszélgetnék róla, hogy mi is ez. És akkor ugye az MNIST tulajdonképpen egy ilyen, ennek a gépi tanulós világnak a Hello World-je gyakorlatilag, tehát tényleg ez az ilyen kis induló. Ezeket nyilván meg fogjuk nézni olyan mélységben, amilyen mélységben szükséges. És akkor egy ilyen extraként én megpróbálok beizítani jövő hétre olyan gépi tanuló alkalmazásokat is, vagy hát ilyen gépi tanulós modelleket is, amiket önvezető autóknál lehet alkalmazni.
nem azt mondom, hogy alkalmaznak, mert azért ezek inkább ilyen open source projektek, tehát meg fogjuk nézni terveim szerint az Nvidia-nak is az ilyen önvezető autós rendszerét, meg fogjuk nézni egy ilyen third party rendszert is, tehát ezt a Darknet nevű, tehát ezt a YOLO nevű, hát ez a neve, furcsa, mindegy, majd jövő héten kitérünk rá, tehát ez a neve ennek az ilyen object recognition dolognak. Tehát pár ilyet meg fogunk nézni. Szerintem izgalmas lesz, reméljük működni is fognak, mert néhányat elég régen próbáltam már ki, de most hétvégén ezzel fogok foglalkozni, ezeket fölélezgetem. Meg remélem, hogy a stream is élvezhető lesz, mert ezeket GPU-n fogjuk tesztelni, és jelenleg a stream az úgy fut, hogy a GPU generálja nektek ugye a jelet, tehát a GPU-n zajlik maga a jelgyártás. De ha más nem, akkor átrakom CPU-ra, és akkor nagy gond nem lehet. Magát a modelleket GPU-n fogjuk futtatni, és a kettő együtt már nem biztos, hogy szerencsés lenne, ha működ. Tehát, hogy ha egyszerre futna a GPU-n a tanítás is, meg a video streamnek a videójelnek a kigenerálása is. Jó? Na úgyhogy summa summarum, jövő héten akkor ez lesz a téma. Kicsit gépi tanulósodunk, meg deep learningezünk, megnézzük ezt a két példát, meg még nézzünk plusz példákat is, ahogy időnk engedi meg ahogy sikerül. Jó? És akkor ezeket a programozós példákat, amiket mondtam, ezeket majd, hát igyekszek valamihova besúvasztani, akár ezt is, meg akár amit ígértem, még az ilyen osztály öröklődéses témát is. Ugye az se része a tananyagnak, emlékeim szerint, de azért jó lenne beszélgetni róla. De mondom, ez mind a tananyagon felül van, de ezeket fogom is jelezni. Jó, na akkor kérdéseitek vannak-e? Most még van egy 5 perc szűken az órából. Tegyétek föl nyugodtan. Érthető volt-e, világos volt-e, hogy mi történik. Nyugodtan jelezzetek vissza, tehát hogyha akár itt most a chatbe élőben, de mondom, elértek most már elértek Teams-en is. Jó? Ugye bedobtam a UDProc csoportba a Discord szerver elérhetőségemet is, ott is tudtok. Ott például tök jól működik ez a desktop sharing, tehát simán tudunk olyat csinálni, hogy tehát tegnap például ez volt, hogy a szakdolgozom jött konzultálni, és megosztotta az asztalát. És ott láttam szépen azt, hogy ott működik a kis programja, forráskódot megmutogatta, meg tényleg így demózott nekem egyet, hogy hogyan áll éppen a szakdolgozat programmal, és ez Discordon. Jó, és ez tök jól működik, de nyilván Teams-be is ugyanígy tudunk desktopot megosztani, tehát hogyha van kérdésetek, óráimon, fogadó óráimon fixen elérhető vagyok, illetve ezen felül, hogyha még akartok pluszt, mert valami nagyon SOS elakadásotok van, akkor egyeztethetünk külön is, de ott már nem ígérem, hogy instant elérhető leszek. Ami biztos, hogy órákon meg fogadóórámon elérhető vagyok. Jó? Úgyhogy ott a Discord, használjátok bátran, nyugodtan lépjetek be, ott már kérdések is jöttek, de ugyanúgy lehet a UDProc-ba is, csak ott ugye a videócset az nem működik, illetve ugyanígy lehet a Teams-en is most már, tehát ott is rám kerestek nyugodtan. Ezeken, amikor elérhető vagyok, látjátok is, hogy online vagyok, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek. Jó. Akkor világos volt? Kérnék egy visszajelzést, hogy rendben vagyunk-e. Vagy már alszunk. Amúgy szerintem azért van ekkora csúszás, mert mindenki mobilon néz. Én tudom, hogy ki az, aki mobilon néz. Mert ők nagyon nagy csúszással reagálnak. Jó, jó, jó. Okés, okés. Na. Hát akkor én ennyit gondoltam mára.
megnézegettük ezt a Brainbeat, kicsit beszélgettünk róla. Mondom, a cikket mindenképp olvassátok el, szerintem, mert tényleg az úgy nagyon sokat elmond a témáról is, meg úgy a programról is. Nézzétek meg a programot, mert ott is szerintem ott ilyen QT szempontból ez egy tényleg jó megoldások vannak, főleg amiről nem beszéltünk, ez a slot szignálozás sos rész. Szerintem arról Norbi fog beszélni, de nem biztos, nem tudom, de azokat is nézzétek meg, és akkor, hogyha menet közben van kérdésetek, nyugodtan tegyétek fel. Okés. Na, hát akkor én tényleg ennyit gondoltam mára. Hétfőn folytatjuk, ahogy látjátok, Mr. Schwarzeneggerrel. És akkor addig is programozzatok, csináljátok a feladatokat, csináljátok a könyveket, és akkor hétfőn találkozunk. Sziasztok!